Hagyománya van már Kispesten, a KMO Művelődési Központ és Könyvtárban megrendezésre kerülő újévi ünnepi koncertnek. A szilveszteri vidám hangulatot idéző fényeknek és az örökzöld slágereknek, a kitűnő művészeknek és az opsitos fúvós zenekar temperamentumos előadásának köszönhetően idén is garantált volt a telt ház és a siker. A műsor első felében a Budapesti Operett Színház művészei Elzeman Mihály születésének 125. évfordulójáról is megemlékeztek, olyan ismert slágerekkel, mint az Egy csók és más semmi, a Hallod-e Rozika te, vagy az Egy kis édes félhomályban című dalok. Elzeman Mihály zeneszerző, zongorista és karmester, a magyar operett egyik szülőatya. Az operett, bár könnyed műfaj, többnyire az élet komoly dolgairól szól. Hát ez egy abszolút optimista műfaj, tele szívvel, tele szeretettel, és rengeteg gyönyörű szívhez szóló dallammal, ami szerintem soha nem megy ki a divatból. Az örökzöldeket Bodrogi Attila, Cető Fritz Éva, Cető Roland, Gyurigy István, Tunyogi Bernadett és a Jászai díjas érdemes művész Kalocsai Zsuzsa adták elő. Hogyan zárta a múlt évet, és hogyan kezdi, milyen tervekkel indul az új évnek? Betegséggel zártam, hogy zárhattam volna a múlt évet. Reménnyel kezdem az új évet, hogy teljesen meggyógyulok. Sajnos ez a Covid és ez a sok-sok vírus és sok-sok influenza, ez szanaszét terjedt a világban. Igenis vigyázni kell, nem csak a saját, de a mások egészségére is. Tehát tekintettel kell lenni a környezetünkre és a kollégáinkra és a közönségre is. Hiszek benne, hogy ennek egyszer vége lesz, kitisztul a tüdőnk, kitisztul a tudatunk, kitisztul a szívünk, és beengedjük azt a sok szépséget, amit megírtak nekünk, és hagyjuk, hadd mossa ki belőlünk most már ezt a sok-sok rosszat, amit a múlt években kénytelenek voltunk lenyelni. A második részben a kispesti opsitos fúvós zenekar hagyományos újévi, de annál újszerűbb koncertjét láthatták, hallhatták a nézők. Színes műsort terveztünk, természetesen az alapdolgok induló polka keringő nem maradhat el egy fúvószenekartól, fúvószenekar repertoárjából, de játszunk például Dobrovaj Lászlónak egy nagyon érdekes, még a 92-ben íródott művét, ami nagy kihívás a zenekarnak szakmailag, mert egy csomó olyan nehéz hangszerszerűtlen effektet kell csinálni a darabba, amihez nem szoktak hozzá. Úgyhogy először csikorogtak a kerekek, de úgy érzem, hogy azért meg fog szólalni már a koncerten. Aztán Ránki Györgynek a Varázsital szvitjéből egy tételt játszunk. Sajnos nagyobb apparátust igényelne, de egy csomó hangszerünk hiányzik. Kicsi a hely, kevés emberrel, tehát ilyen 20-30 emberrel ezt meg fog szólalni azért. Viszont az előre jutáshoz ez kell, hogy nehéz műveket is műsorra tűzzünk. A zenekar idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, amit egy nagy koncerttel megünnepelnek majd az év végén. Addig azonban számos helyszínen találkozhatnak a kispestiek az együttessel. Rendezünk egy olyan koncertet, ahol meghívjuk az összes volt elődömet. Tehát 5 karmesterrel fog menni a koncert. Ez érdekes lesz. Alig várjuk. Ez november 4-én így van. Lesz egy kórusos koncertünk a József Attila Művelődési Házban, azon kívül jövő hónapban, nem áprilisban megyünk 60-ba, 60-i csata emlékére egy ilyen hagyományőrző műsor lesz a Művelődési Házban, de szerintem a szabadtéri programokban is csináltak helyet nekünk. Hoffer Tibor tavaly szeptember óta dirigálja a zenekart.
Tervei között több kortárs mű bemutatása is szerepel. A mostani koncertet, ahogy az lenni szokott, a zenei részeket összekötő, szórakoztató, ismeretterjesztő szövegekkel Zelinka Tamás zenei pedagógus fűszerezte.